Az elmúlt csaknem két évtizedben rohamosan emelkedik a cukorbetegek száma hazánkban. A regisztrált esetek megközelítik az 1 milliót, de ez a szám valójában inkább a 1,5 millióhoz közelíthet, hisz sokan nem tudnak a problémájukról. A Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai a betegséggel küzdőknek adtak táplálkozási tanácsokat. Mindenféleképpen a napi szénhidrát bevitel mennyiségére, illetve a szénhidrátok fajtájára kell odafigyelni. Most konkrétan egy 160 g-os szénhidrát diétát hoztunk, napi étkezés 5 étkezésre lebontva, kiszámolva a szénhidrát mennyiségekkel. Ezen kívül hoztunk receptsorozatot, kóstolókkal egybekötve, és az is motiválja az itt lévőket, hogy ők készítik el, és így talán otthon is megcsinálják könnyebben. És hogy miért is ennyire fontos a szénhidrát bevitel? Beszélhetünk ugye lassan és gyorsan felszívódó szénhidrátokról, ugye inzulinrezisztens cukorbetegeknek elsősorban a lassan felszívódó szénhidrátokat javasoljuk, ilyen például a teljes kiörlésű termékek, graham, durum, kenyerek például. Kordában lehet tartani a vércukorszintünket. Többféle étel készült a programon, reggelire például egy csokoládés pisztáciás zabkását ajánlottak a szakértők. 10 óraira uzsira egy ilyen kis gabona szeletes gépsonkás kis szendvicszerűséget, illetve uzsira gyümölcssaláttal, ez korpovit kekszel, ebédre egy lencsés mozzarellás paradicsomos salátával készültünk, teljes kiörlésű kenyérrel, illetve citromos túrókrémmel, vacsira zöldborsó humusszal készültünk, százi szezámpasztával, illetve ott is teljes kiörlésű kenyéret fogunk felhasználni. A Bonyhádi központot egyre többen keresik fel cukorbetegséggel küzdők. Egyre többen keresnek fel minket az irodában is ezzel kapcsolatban. Egyre többen inzulinrezisztensek sajnos, és ugye mivel ez a cukorbetegség előszobája, ezért itt nagyon fontos az étrendi tanácsadás, illetve az életmódváltás. Gyakori a hirtelen testsúlycsökkenés, esetleg a látásromlás, falásrohamok alakulhatnak ki, szájszárasság még, ami gyakori tünet, szomjúságérzés. Hát mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni, és ő fogja javasolni vagy életmódváltást, vagy hogyha már szükséges, akkor gyógyszeres kezelést a betegség kezelésére. Az inzulinrezisztencia az a cukorbetegségnek az előszobája, tehát ez előtte fog kialakulni, és hogyha nem történik meg az életmódváltás, étrendi változtatás, akkor cukorbetegség ki fog alakulni. Inzulinrezisztencia esetén még életmódváltással és étrendi változtatásokkal még befolyásolható, viszont a cukorbetegségnél már általában gyógyszeres kezelés, inzulinkezelés várja a betegeket. Lehet, hogy meg kell menni Hát elsősorban itt tényleg erre a lassan felszívódó szénhidrátokra kell gondolni. Teljes kiörlésű lisztek, kenyerek, mindenféleképpen ugye itt a finomított cukrokat kell elkerülni, illetve az ilyen fehérlisztes termékeket. Illetve fontos az étkezésenkénti meghatározott szénhidrátbevitel, tehát nem mindegy, hogy egyszerre viszünk be ugye 160-at, vagy ugye napi 5 étkezésre lebontva, tehát mindenféleképpen meg van határozva, hogy naponta hányszor kell és mennyit. A gyümölcsfogyasztás ugye az inzulin érzékenység miatt a reggeli órákban nem ajánlott, inkább így a déli, kora délutáni órákban, mivel a gyümölcs az egy gyorsan felszívódó szénhidrát és hirtelen megemeli a vércukrunkat. Úgyhogy, de mindenféleképpen ajánlott a gyümölcsbevitel ugye az egyes vitamin, ásványanyag, illetve a rostartalom miatt is, úgyhogy azt mindenképpen naponta fogyasztani kell.